Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Ma is érdemes lesz velünk tartani, ugyanis érdekes és izgalmas témákat gyűjtöttem össze. A Pókember és a Huszár együtt tűzte a telet vasárnap délután a belvárosban. Farsangfarki rendezvényre várták a székesfehérváriakat, ahol a legkisebbek még fánkevő bajnokságon is összemérhették tudásukat. Díszes, színes, tollal, csillámmal ékesített állarcok és maszkok készültek vasárnap délután az igézőben. Idén is megszervezte Farsangfarki rendezvényét a Fejér megyei család esélyteremtési és önkéntes ház. Azért tartjuk fontosnak, mert ugye a társadalom alapja a család, és ilyenkor a családot megpróbáljuk összehozni ebben a kulturális rendezvény keretében. Tulajdonképpen ez a Farsangfarki mulatság és az asszonyfarsangnak az ötvözete ez a rendezvény, és hát nagyon örülünk, hogy segíthetünk a Fehérvár lakosságának, illetve családjainak ebben az együttműködésben, összetartásban. Farsangfarki rendezvény és asszonyfarsang, ezek a szavak, hagyományok tulajdonképpen mit jelentenek, és miért fontos ezeket a hagyományokat fenntartani? Hát azt gondolom, hogy kétféle szempontból is megközelíthetjük. Ugye az asszonyfarsang az emancipációval is összeköthető, illetve a családdal. Itt is csak a családra tudok visszatérni. Ugye társadalmunk értékel család, és azt kell megerősíteni. És hát a farsangfarka, azt pedig tudjuk, hogy mit jelent, ez a farsangnak a vége, és gyakorlatilag ezzel fogjuk lezárni egy időszakot, a telet, a télnek az időszakát, úgyhogy ezt a kettőt is megpróbáljuk így összeütvözni. A gyerkőcök nem bántak csinyán a színekkel és a díszekkel, kreatív darabok születtek, míg szüleik a hátuk mögött szurkoltak. A játékkészítő műhely háromféle állarccal készült, díszíthető papír, színezhető papír és festhető gipsz. De hogy miért is húzunk ilyenkor állarcot? Én azt gondolom, hogy azért, mert vigasság van, azért, mert másságot akarunk mutatni, azért, mert el akarjuk búcsúztatni a telet, és várjuk az új időszakot. Különböző helyszíneken más-más a hagyománya, ugye Mohácson, a Busoknál az egy háborús időszaknak az ijeszgetése az ellenségnek, a mohaitik verőzésnél ott a fiúk öltöznek be maszkokba tradicionálisan, és ott a tikverőzés során körbejárják a házakat, és ez egy termékenység ünnep is, igazándiból maga a tikverőzés, hogy megverik a tyúkokat, hogy jó bő tojást toljanak, jó bő termés legyen a következő évben. Tehát tulajdonképpen ez egy nagy mulatozás az év elején, ami a karácsonyi ünnepkört és a farsangot zárja, és utána aztán készülünk a bőjtel, a húsvéti időszakra. A gyerkőcöknél mi volt itt a délután folyamán a sláger? Mivel díszítették leginkább, legszívesebben ezeket az állarcokat, papírmaszkokat? Szerintem különleges nekik a gipszből készített állarc, tehát nem sokszor tudtak még ilyet csinálni. Az akrilfesték nagyon-nagyon szép színű, tehát nagyon tiszta színei vannak, és nagyon erős színeket lehet festeni, és nagyon gyorsan szárad, tehát ez nagyon hamar sikerélményt okoz. A papírmaszkoknál pedig ezek a csillámos papírok, illetve a madártól, az egy különleges hangulatot ad a maszknak, és ezért érdekes a gyerekek számára. Olyan is volt, akinek már nem volt szüksége maszkra, hiszen már otthon beöltözött. Vadóc Máté kiérdemelte a nevét, na nem a Mátét. A kisfiú imádja a farsangot, és többször lépett már fel közönség előtt, de inkább beszéljen ő. A farsang az, hogy a télt előzzük, és nekem nagyon tetszik amúgy a farsang. Az egyik kedvenc ünnepem. Miért? Mert ott lehet öltözni, meg ünnepelünk, meg persze az a legjobb benne szerintem, hogy akkor vannak ugye a farsangi felvonulások, meg az ilyesmik. És akkor én mindig szereplek. Neked ez nagyon tetszik, ez a szereplés. Egyébként mit jelent neked a művészet, a szereplés, hogy kiállhatsz az emberek elé? Hát játék, meg ilyesmi. Mert még ugye a gyerekeknek játék, a felnőtteknek már komoly munka. De szeretnéd, hogyha neked is a játékból munka lenne? Igen. Szerepeltem az Isten pénzében, az Operett Színházban, és abba a musicalbe volt a Marley, a szellem, aki visszavitte a Scrooge-t a múltjába, mert ugye ő egy gazdag ember volt, aki hát sok pénze volt, és
csak halmozta a pénzt, nem akart senkinek adni, semmire nem használta. És a volt üzlettársa, ugye a Márli, és az vagyok most én. És miért pont őt választottad? Mi tetszik abban a karakterben? Hát, csak úgy, mert a többi mindegyik tetszett, szóval nincsen ban, ja, csak most mindig más vagyok. Aztán mondtam, hogy Márli. Bármi. Lehetem volna gyerek is, vagy Scrooge, vagy bárki. Azért ez egy elég menő öltözet, nem? Igen. A láncok meg azért vannak, mert ugye aki rossz életében egyre több lánca lesz, és ez olyan 4 méter lánc. A soknak számít? Nagyon. Mit kell tenni ezért? Hát nagyon, hát egész életedben rossznak lenni, meg ilyesmi. Miután az összes állarc elkészült, elkezdődhetett a tél kiűzése. A belvárosban a kicsi pókember és a huszár együttműködött a boszorkányokkal a siker érdekében. A maskarás apróságok lelkesen kergették ki a hóembereket a városból. Európában, a nagyvárosokban már több száz évvel ezelőtt meghonosodott a karnevál hagyománya, és hogy jó lenne egy történelmi városban is karnevált csinálni. Székesfehérvárnak pedig van is farsangi hagyománya, az asszonyfarsang, de mivel viszonylag kevés pince található a mai főutcán, ezért mi úgy gondoltuk, hogy fiatal asszonyfarsangot hirdetünk, és hát arra buzdítottuk a lányokat, asszonyokat, hogy babakocsikkal, kisgyerekekkel felöltözve, jelmezbe öltözve jöjjenek el, hiszen ez egy nagyon jó alkalom, hogy az óvodák termeiből is kikerüljenek a jelmezek, és egy város közössége előtt is megmutathassák a gyerekek is, hogy milyen ötletes jelmezeik készültek, valamint megismerjék a farsang hagyományát egy város közösség életében is. Nem csak a tavaszért, a finom falatokért is meg kellett küzdeniük a gyerkőcöknek. Különféle versenyszámokban bizonyíthattak, de azért estére az összes pocak megtelt fánkkal. A jó párkapcsolat titkáról, fejlődéséről, a párkapcsolati gondokról és azok megoldásáról hallhatnak előadásokat a székesfehérváriak a házasság hete keretében. A rendezvénysorozatot idén az önismeret gazdagsága mottója köré szervezték, és egészen 20-áig tart a rendezvény. Van, aki a hagyományos lánykérés híve, és van, aki a kreativitásával is el akarja bűvölni kedvesét azon a bizonyos legszebb napon. Ennek a fiatal fehérvári lánynak az álma vált valóra tavaly augusztusban azzal, hogy párja a Katona zenekari fellépés közben megkérte a kezét. Igen. Ezt követően a frígy lehet akár életre szóló is, de hogy ennek mi a titka, a házasság hetében ez is kiderül. A hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Tavaly Jackó Sándor fehérvári előadására is ellátogathattak az érdeklődők, aki akkor a szeretetben való átalakulásra hívta fel a figyelmet. A keleti teológia azt mondja, ez az átistenülés, és a házasságnak is a dinamikája arrafele tendál, hogy minél inkább a szeretetben átalakuljon egy kapcsolat, egy ember, illetve egy házas pár. Ez lenne az a fejlődési lehetőség, amit szerintem minden házasság be tudna járni. Kérdés az, hogy ezt milyen dinamikával, milyen gyorsasággal és milyen bölcsességgel. Brückner Ákos előtt plébános a házasság fontosságát hangsúlyozta. Hát ez nagyon szent dolgot a család évében, ezt jó végig gondolnunk. Azt jelenti, hogy ház, hogy ami közös olyan küzdelem, olyan becsületes szolgálat, és olyan sok öröm és életadás, ami a jövőnket jelenti, akár a konkrét családét, akár a nemzetünkét, akár Európa, akár az egész világ, az emberiség jövőjét jelenti a család. Örülök, hogy most családive van. Nagyon szent intézmény, igazán nem biológiai, gúnyolódásai, szilveszteri kacagásokkal való téma ez, hanem hallatlan szép Második János Pál pápa nagyon megerősítette a látásunkat pozitív irányba a testteológiának a kidolgozásával. Semmi olyat nem mondunk, de sokkal derűsebben mondjuk, amit eddig is vallottunk.
és a házasság kötésre épül a család. Előbb fészek, aztán fióka. Az önismeret gazdagsága idén ezzel a mottóval rendezik meg a programsorozatot a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Ebben az évben is számos izgalmas programmal várják a házasságra készülő, vagy már egybekelt párokat. Ezen a héten dr. Janka Ferenc, görögkatolikus lelkész, teológus, filozófus volt a vendégünk, aki a Kapcsolatok vonzásában című előadás sorozatának a harmadik előadását tartotta meg, amely a személyről szólt. Ezt visszamenőleg csak azért említem meg, mert nagyon-nagyon fontos, ugye egy párkapcsolatban két személy fog találkozni azzal a személyi gazdasággal, amelyet mindenki a saját maga módján képvisel. És akkor elérkezünk majd ugye dr. Túri Ferenc pszichiáter egyetemi tanárnak az előadásához, amely február 13-án kedden lesz, 17:30 kezdettel. Az előadás fő témája a párkapcsolatokba kerülés lesz, melyben a pszichiáter kifejti, hogyan élhetünk kiegyensúlyozott kapcsolatban, házasságban, megtudhatjuk, hogyan őrizzük meg lelki békénket társunk mellett, és hogyan legyünk kompromisszumképesek. A házasság hetét mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Fehérvári sikernek örülhetünk, egy helyi séffőztje lett a második legjobb a világ egyik legrangosabb szakácsversenyén, a Bocuse d'Or magyarországi döntőjében. Az európai döntőbe jutásért 6 séf mérte össze a tudását, és Volenter István és csapata ezüstéremmel térhetett haza. Éve kezdődött el ez a verseny Lyonban. Először úgy tervezték, egy ilyen helyi kis verseny lesz a séfeknek, de hát szerencsére ez idővel kinőtte magát, és most már az egész világon van rá lehetőség, hogy részt vegyenek különböző nemzetek, illetve nemzeti csapatok. Magyarország, ha jól emlékszem, akkor talán 10 éve, 12 éve részese ennek az esemény sorozatnak, vagy nem is tudom, hogyan nevezzem. Én pedig 8 éve versenyzem ezen a versenyen, 8 év alatt 4-szer versenyeztem már, és mind a 4-szer sikerült dobogon végeznem. Milyen eredmények voltak ezek pontosan, illetve akkor milyen koncepcióval indultatok neki a versenynek? A koncepció az nagyon érdekes, az minden versenyen változik. Tehát általában egy hal és egy húsételt kell elkészíteni, de a főbb alapanyagok azok mindig változnak. Az utolsó 2 évben van az, hogy a halat kicserélték vegetariánus fogásra. A hús természetesen megmaradt, úgyhogy a koncepció az mindig változik, tehát az évről évre más. Ez is egy nagyon fontos kihívás a versenyben, hogy hogyan tud az ember egy újabb koncepciónak megfelelni. Ezeken a kritériumokon kívül milyen kritériumnak kell még megfelelni ahhoz, hogy elindulhassanak a versenyen a konyafőnökök? Hát 24 évesnek kell lenni a séfnek minimum, aki elindul ezen a versenyen. A segítőnek viszont maximum 22-nek, de ezt úgy kell számolni, hogy magát a lyoni versenyt kell figyelembe venni, tehát az egy évvel meg kell előznie a kominak, tehát a segítőnek az életkorát. Az azt jelenti, hogy az én segítőm éppen a verseny másnapján, tehát pénteken volt 19 éves, szóval nagyon-nagyon fiatal versenyzőt kell bevonni ebbe a versenyfeladatóba vagy programba. Kicsit mesélj akkor arról, hogy hogyan dolgoztak ilyenkor együtt, milyen elgondolással indultatok neki ennek a versenynek, ami hát tulajdonképpen nem is olyan régen volt. Hogyan indultatok el innen Fehérvárról? Hát ez egy komoly folyamat, tehát nem csak így egyszerűen fogjuk, hogy belevágunk és akkor ne kellünk versenyezni. A legelső, hogy meg kell találni ezt a megfelelő embert, akit be tudok építeni a csapatomba. Ez a mai világban sajnos elég nehéz, tehát olyan fiatal találni, aki rengeteg időt és energiát hajlandó áldozni arra, hogy lehet, hogy a csapat eredményt ér el, viszont azért valamilyen szinten a segítő mégiscsak egy picit háttérbe szorul, tehát elsősorban a séf versenyez ezeken a versenyeken. Tehát ennek tudatában kell a fiatalokat beállítani egy komoly rendszerbe és ösztönözni arra, hogy minden jobb teljesítményt nyújtsanak. Egyébként ez azért is fontos, ami nálunk is bekövetkezett, hogy Friderika, ő a segítőm lett a versenysorozatnak a legjobb segítője, illetve annyira jól sikerült a csapatmunkánk,
hogy külön díjat kaptunk a legjobb csapatunk helyett is. Igen, éppen erre akartam kitérni, ezt már korábban megosztottad velünk, hogy a legjobb csapatmunkáért járó díjat is bezsebeltétek. Ezt ott éreztétek-e már, hogy nagyon jó az összhang, és hogy esetleg ezt is elnyerhetitek? Mire számítottatok ott, miközben készítettétek az ételt? Az igazság, hogy ebben az 5 óra 35 percben nincs nagyon arra idő figyelni, hogy rendben van-e az összhang, hanem egyszerűen mindenki tudja a feladatát, és legjobb tudása szerint, illetve minél inkább precízen és sebességben megfelelően tudjon dolgozni. Ez ugye a felkészülések alatt is mindig tökéletesen működött, tehát ez forgott legkevésbé a fejemben, hogy most ez kívülről rendben vagyunk, vagy nem vagyunk rendben. És ugye itt jön még be a képbe az is, hogy a legjobb csapatmunkában az is nagyon fontos az ember, akit még ugye harmadiknak sorsolnak a verseny napján a boxban. Tehát Friderikának ez egy nagyon komoly feladat volt, hogy őt is bevonja a munkába, és ne csak azzal, hogy takarítson, mosogasson, hanem még komolyabb feladatokat is rá tudjunk bízni. És úgymond egy vadidegen ember munkája sem mi pontszámainkba számított bele. Mit készítettetek pontosan a verseny alkalmával? Hú, ez mindig egy olyan bonyolult kérdés, ugyanis nagyon sok minden van ezeken a tányérokon. Azt tudni kell, hogy megvannak kötelező alapanyagok határozva. Tehát az első tányér egy vegetariánus tányér, ahogyan már ezt mondtam. Itt a kötelező alapanyagok a fűrtojás, egy speciális risotto rizs, ami ugye kicsit az olasz döntőre hajaz már, illetve egy gorgonzola sajt, itt megint csak ugye az olasz döntőre való fölkészülés egyében próbálták ezeket az alapanyagokat kiválasztani, illetve itt a vegetariánus tányérnál még bonyolítja a helyzetet, hogy a versenyt megelőző napon délután felállítottak egy piacot, és ott kellett bevásárolni az alapanyagokat, és csak azokat az alapanyagokat lehetett felhasználni, amit a piacon megvettünk. Tehát akkor mondhatjuk, hogy kitétel volt, vagy kikötés volt az, hogy alkalmazkodni kell az olasz konyhához minden szakácsnak. Alapanyagban mindenféleképpen, de ezért ezen a versenyen nagyon fontos az is, hogy magát a magyar sajátosságot, ízvilágot, amennyiben lehet beleépíteni a tányérokba, illetve hát nagyon fontos megint csak a szakácsnak a saját jelleme, illetve hát jellegzetességei, hogy ezek is valamelyest felismerhetőek legyenek. Mi a meglátásod azzal kapcsolatban, hogy a kitűzött célt azt elértétek? Abszolút, tehát számomra mindig fontos a versenyzésben, nyilván az eredményért megy oda az ember, tehát győzni szeretne, illetve emellett nagyon-nagyon fontos még a fejlődés, tehát a 2 évvel ezelőtti versenyemhez képest úgy érzem, hogy óriási tudtam fejlődni, nem azért, mert öreg vagyok, de azért már 35 fele közeledem, és azért a versenyszakmában mondjuk azt, hogy ez már egy ilyen felső határt kezd is úrolni. Nyilván itt azért vannak különböző fizikai teljesítő képességről is szó, tehát hiába egy főzőverseny, de azért reggel 6 órától éjjel 11-ig nap mint nap végteljesíteni ezt a dolgot, azért ez fizikailag is komolyan megviseli az embert, nem csak mentálisan. Szám szerint ezt meg tudod mondani, hogy ott hányan vettetek részt magán a versenyen? Hát 6 csapat volt a döntőben. A úgy magyar döntőben, abszolút, tehát így van, ott tehát az abszolút csapat. Pontos szám és pontos adat. Milyen érzés egy ilyen versenyen ott lenni? Tehát azért nyilván nem egy mindennapi esemény vagy program ez. Milyen érzések kavarogtak bennetek a verseny napján? Hát ez is egy érdekes dolog, ugyanis én úgy készültem erre a versenyre már, hogy valószínűleg ez lesz az utolsó megmérettetésem. És akkor ezt el is döntöttem, hogy a verseny második, harmadik napján volt egy kis időm ezzel foglalkozni, és valóban ez volt az utolsó. Tehát úgy gondoltam, úgy futottam neki ennek az egésznek, hogy szeretnék mindent megmutatni abból, amit tudok és amit eddig tanultam. És ennek fényében ez tökéletesen is sikerült. Tehát hiába másodikak lettünk, de úgy érzem, hogy egy nagyon nagy nyertesei lettünk ennek a versenynek. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam a eddigi pályafutásomhoz, ugye kicsit ezt lezárva is ezt a versenyzős korszakot, és azt gondolom, hogy egy alapja lettem ezzel nem csak a magyar gasztronómiának, hanem magának a versenyszakmának is. Akkor a Bocuse d'Or kapcsán nem hallhatunk már a nevedről, és hogyha nem, akkor esetleg milyen eseményen vagy programon találkozhatnak még veled az érdeklődők, vagy akik kíváncsiak rátok? Hát én nagyon bízom abban, hogy azért a Bocuse d'Or nem szakad meg itt, hanem kicsit átállok a másik oldalra, tehát hogyha lehet, akkor már inkább segítenék fiatalokat fölkészülni és előre juttatni, illetve motiválni fiatalokat ezzel a mondjuk azt, hogy majdnem egy évtizedes pályafutással.
Tehát azért nem szeretnék ettől elszakadni abszolút, hanem egy kicsit áthelyezem egy, mondjuk azt nem könnyebb feladat, mert nem könnyebb feladat csapatot fölkészíteni, hanem picit talán fizikálisan kevésbé megterhelő feladatokat ellátni. Egyébként, hogy látod, ez csak tényleg ilyen személyes kíváncsiság is, hogy az étterem népszerűsége, illetve a ti népszerűségetek nőtt ezáltal, hogy azért hát nem akármilyen hírét vittétek a városnak. Én azt gondolom, hogy mindig hozzátesz ez az az étteremhez, a saját imidzsünkhöz és megítélésünkhöz, ahhoz pedig talán duplán vagy triplán is, tehát itt azért elsősorban nem az étterem versenyez, hanem maguk a séfek, és ez kicsit nehéz is az étterem szempontjából. Azért ezt az éttermeknek is tudomásul kell venni, hogy itt azért elsősorban a szakács versenyez. Nyilván hoz magával híreket, hoz magával egyéb más dolgokat is, amelyekből az étterem is tud profitálni, de elsősorban nem erről van szó. És ezt akkor úgy kell elképzelni, hogy például karácsonykor, vagy húsvétkor, vagy nagyobb ünnepekkor összeül a család. Nem tudom, hogy nagy-e a családotok egyébként, de hogy ilyenkor te főzöl mindenképpen? Vannak dolgok, amiket megosztunk, tehát vannak dolgok, amit a családom többi része, tehát feleségem és anyosom készít, illetve vannak mindig kívánságok, amit ilyenkor én szoktam teljesíteni. Úgyhogy ez ilyen abszolút vegyes vágott nálunk, hogy mindenkinek megvan a, mondjuk azt a specialitása, és akkor azt szerint osztjuk fel a feladatokat. Tehát majdnem csak éttermi rendszerint, tehát külön föl vannak osztva a feladatok, külön konyhában tudunk főzni, és nyilván azért amennyiben lehet össze is dolgozunk, szóval kicsit ez is majdnem csak ilyen éttermi rendszerű munka. Hát akkor mi továbbra is kívánjuk ezeket a főzős sikereket neked. Köszönöm szépen. A Videoton Oktatási Központban rendezték meg a Váci Mihály Ipari Szakközépiskolai Szakgimnázium szalagavató rendezvényét. A diákok bensőséges hangulatú műsorokkal és köszöntőkkel emlékeztek vissza a középiskolás diákévekre. Megkezdődött a szalagavatók időszaka. A csaknem 200 éves hagyomány az alma materhez tartozás, az identitás jelképe, amelyet a végzős diákok szíve fölé az elválás szimbólumaként tűztek fel. A Váci Mihály Ipari Szakgimnázium és Szakképző Iskola ünnepét a Videoton Oktatási Központban rendezték meg. Hát tulajdonképpen több mint 20 éve itt a VOK-ban rendezzük a szalagavatót. Ez egy hagyomány, és az volt a célja, hogy szülők, nagyszülők, testvérek, mindenki itt legyen, egy egész nagy család. És azt hiszem, aki itt volt, látta, hogy hatalmas tömegre sikerült ezt megrendeznünk. És mindenképpen a gyerekeknek azt ajánljuk, hogy őrizzék meg emlékezetükben. Ez egy egységes iskolarendszer. Nagyon sokat tanultak, és szükségünk van rájuk. Én azt gondolom, hogy most már a Váciról tudjuk, hogy nyugodt lelkiismerettel bocsátják útjukra a fiatalokat. Igen, nagyon sok színűek vagyunk, nagyon sok szakmában tanulnak nálunk fiatalok, 3 éves szakmák, 2 éves szakmák, érettségizők, érettségi utáni képzésben résztvevők, egy nagy család tulajdonképpen, és mindenkinek megvan a célja, és mindenkinek megvan a lehetősége. Tehát a város tele van nagyon jó szakmákkal, tehát nagyon jó munkahelyekkel, ezekben a szakmákkal el lehet helyezkedni, és tulajdonképpen biztos jövőjük van. A bensőséges hangulatú ünnepen a végzős diákok elbúcsúztak az intézménytől, hogy a vizsgák után felelősségteljes ifjú felnőttként hasznosítsák a tanultakat. Nagyon jó szívvel fogok visszaemlékezni. Számomra ez egy fájó pillanat, mert azért egy nagyon jó osztályközösség jött létre. Hát a szakma forteit sikerült megtanulni. Annak kifejezetten örülök, hogy az osztálynak a nagy része azért kiválóan tud végezni. Ez köszönhető a felkészítő tanároknak és a kiváló iskolai eszközöknek. Rendkívül nagy a felelősségetek, hiszen ti vagytok az a korosztály, aki ebben a felgyorsult világban tovább viszi az ország, a város fejlődését. Igen, és ezzel mi is tisztában vagyunk. Több cég már keresett minket, fehérvári cégek, helyi cégek, és remélem, hogy az osztály nagy része sikeresen elhelyezkedik ezekben az ipari cégekben. Minden mester legfeljebb 30 tanulónak helyében azt is csak 3 évi szolgálat. Ha a tanuló meggondolatlanságból vagy könnyelműségből megszökik mesterétől,
köteles megtéríteni a mesternek mindazokat a kiadásokat és veszteségeket, amelyeket hibája folytán okozott neki. Az atya mester köteles ellenőrizni, hogy a mester elegendő vagyonnal és tudással rendelkezik-e, hogy a tanulót fogadhassa. A diákokra komoly feladat vár a jövőben, hiszen olyan szakmákban kell helytállniuk, amely a saját, a családjuk és a város gazdasági fejlődését is segítik. Nagy tehernek érezzük ezt, hogy most mindenki úgymond ránk figyel, de mindez mellett ugye a tanáraink segítenek felkészülni, a cégek jönnek előadásokat tartani, így a választás nem lesz annyira nehéz, hogy hova menjünk tovább tanulni, illetve dolgozni. Hogyan lehet tovább örökíteni, mit üzentek azoknak a fiataloknak, akik még majd most vannak pályaválasztás előtt, illetve még a Váciba járnak? Hát, hogy mindenképp tanuljanak, mert az nem fölösleges, hiába egy Váci, ugyanúgy tanulni kell, mint az összes többi iskolában. Az a szakma, amit te választottál, mennyire fontos neked, hogyan lehet előrelépni, miként látod? Hát én azért választottam ezt a szakmát, mert úgymond ez állt közelebb a szívemhez. A Váci Mihály Oktatási Intézményként kiemelt szerepet játszik Székesfehérvár gazdasági életében, a munkaerőpiac igényeihez igazodó rugalmas iskola szerkezetben megvalósított képzési feladatok a jövőt segítik. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!